A nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is birtokba vette Kálmánháza önkormányzata a település megújult polgármesteri hivatalát. A 2006-ban épült községháza új szigetelést és külső festést kapott, tetejére napelemeket szereltek, a fűtésrendszert is korszerűsítették, de a belső falakat is újra festették. Kotric Attila polgármester azt mondta, szükségessé vált a felújítás, nyáron ugyanis a felső szinten elviselhetetlen volt a hőség, télen pedig költséges volt fűteni az épületet. Így a dolgozók komfortérzete és energiahatékonyság miatt is fontos beruházás valósult meg. Nagyon örültünk, amikor lehetőség nyílt egy ilyen pályázat keretén belül, hogy felújíthatjuk ezt az épületet, amiben sikeres pályázat következtében meg is történt. Az épület igazándiból napelemrendszereket kapott, külső szigetelést és külső festést kapott, illetve a nyílászárók cseréje is egy magasabb kategóriába tartozó nagyobb energetikai minőségnek megfelelő üvegeket kaptak. Ebben bízunk abban, hogy a mostani nehéz helyzetben, amikor már megemelkedtek ezek az energiárak, hogy azért valamennyi pénzt meg fogunk tudni takarítani az önkormányzat részére, és ez hosszú távon azért most nagyon fontos dolog. A beruházás 29 millió forintos belügyminisztériumi támogatásból az önkormányzat több mint 10 millió forintos hozzájárulásával valósult meg. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen azt emelte ki, Kálmánháza vezetése felelősségteljesen gazdálkodott az utóbbi években is, ez a beruházás pedig szintén hosszú távra szól. Mint mondta, a következő hónapokban nagyon fontos, hogy a működési költségekkel spórolni tudjon az önkormányzat. Az önkormányzati dolgozók akadálymentesítve, hőszigetelve végezhetik a munkájukat. Ez egy gyönyörű épület, szeretnek a kálmánháziak ide járni, mert egy nagyon jó csapat dolgozik itt, akik emberségesen intézik a hatóságügyeket. És polgármester úrral beszélgetve arról is szót váltottunk, hogy azért is fontos, mert a működési költségeket is lehet csökkenteni ezáltal, hiszen a szigetelés megtartja a hőt, és tulajdonképpen kevesebbe fog kerülni ennek az épületnek a működtetése. Az átadón elhangzott, az utóbbi 2-3 évben Kálmánháza volt egyike azon kevés településnek, ahol nem csökkent, hanem növekedett a lakosság létszáma. Az önkormányzat célja, hogy még élhetőbbé tegyék a települést, ezzel is segítve ezt a folyamatot.